alkalmazott ENSZ szivárgó, tehát a közúkezelő segítségét hívta a katasztrófa védelet. A legnagyobb gondot azonban nem ez jelentette. A busz ugyanis fennakadt a vasúti átjáróban a síneken. Kora reggel sűrűköd volt a térségben, a látótávolság néhány 10 méter volt, így a tűzoltó kiérkezéséig csak a szerencsének köszönhető, hogy nem jött egyetlen vonat sem. Akkor félköszönöm, hogy korlátozott a vasúti átjáron keresztbe áll a autóbusz. Sajnos felakadt egy betonállam a látszalót. A buszon csak a sofőr utazott, ő nem sérült meg a balesetben, nyilatkozni nem akart, a rendőrök már a helyszínen kihallgatták. A műszaki mentés órákon át tartott, addig az utat félpályán lezárták, a vonatok pedig nem közlekedtek. A busz megemelték, majd kiszedték alul a betontömböket, csak ezután tudták elvontatni. A forgalom délelőtt állt helyre a környéken. Maradt még egy programajánlat a végére. Rihás Csalusz egyik nővére állítottak színpadra balettet a művészetek palotájában. A bibliai történetet feldolgozó József legenda című darabot most először mutatják be a műpárban a Nemzeti Filharmonikusok és a Szegedi Kortárs Balett előadásában. A karmester Kocsi Zoltán, a koreográfus pedig Brunics Tamás csütörtökön és pénteken láthatják. És ének, amelyekről tudniuk kell, legközelebbis este 9-kor az RTL2-n, valamint késő este az RTL2-ban. Viszontlátásra! Figyelem! Következő műsorban a teletek 888. oldalán feliratkozva is megtekinthetik. Jó reggelt kívánok! Nem sokára jön hozzánk Erős Antónia és egy sívügyéről mesél. Sőt, az itt faktor párbaj hősei, Horágió Jérborbéri Hátus után. Aztán Kulyák Lilla a vásárjön dél Fernát József kapanyag közös évgyalban segítőnek, kapanyagoknak. És hogyan lehet szétválasztani a munkamániát és a hivatás tudatot, hol a határa kettő között? Kérdés. Egyedül a
eset is segített enyhíteni a tüneteket, hogy kisbabája újra mosolygós és nyugodt lehessen. Mesfumizán. Nagy könnyedség a kiskockáknak. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz a megkezelőorvosát módszerét. A mai srác talált a tollából kezdett. Amiért éppen én? A kész őrületnak? Vagy a mit tettem, hogy ezt érdemelnak? És az immunrendszer támogatója az egyszer egy vitamin C-vitamin 500 mg drágó tabletta, vitaminpótlás Inovan. Műsorunk támogatója a kézi csomózású perzsa szőnyegek szakértője, a Kapiti Szőnyegház.
személy és vagyonvédelmi szakmai kamara elnökét. Jó reggelt! Az alap esettel kezdjük, amikor egyébként semmiféle gyanú nem nagyon merült el. Én már jártam őt, hanem kifelé menetet is oda jutottak, hogy mutassam a táskámat. Lehet, vagy pedig nekem indokolni a biztonságnak, hogy miért kér erre. A biztonsági hatóság, hogyha az államvédelmi jelzőrendszer lejelzi, nagy Isten a kamerarendszer azt látolja, az ötödő vásárló fáradozott az akkorjának, akkor igen, megteheti, hogy ilyen szépen szeretném megnézni, mert olyan körülmény észre lehet jutni, hogy kíváncsi, hogy a falon mit tett a zsebébe. Ez egy jó pofa mert azt értem, hogy amikor kifelé megyek és besípol a rendszer, akkor azt én is hallom, és mondom, persze, sőt, akkor én magamtól megállok, hogy nézzük meg, hogy nincs semmi baj. De ez egy ilyen érdekes játék teret az, hogy azt mondja, hogy látta a kamerán keresztül. Most akkor vagy látta, vagy csak mondja, mert éppen meg akarja. Szóval ezt neki kell valamilyen módon, nem mondhatom azt, hogy mutassa meg a felvételt? Nem fogjuk megjutatni értelmeszerűen, mert ott közel helyiség bonyolult bemenni, meg megérni ezeket, hát ezt nem fogják megcsinálni, de igazából nagyon fontos, hogy tényleg legyen egy alaposok, ami intézkedni akar. Tehát csak szúrópróbaszerűen, hogy embereket nézzen át, ez nem feladata, és a jogszabály sem teszi ezt lehetővé. Az a feladata, hogyha valamilyen jogsértést észlel, akkor eljárjon. Tehát nagyon fontos, hogy legyen neki oka, amire el kell tenni. Hogyha valóban mondjuk jogsértés történik, vagy alapos ugyanúgy, hogy történik ilyesmi, és én nem akarom megmutatni a zsebem a táskám, ő ott tarthat a helyszínen, hogyha mondjuk kihívja a rendőrt, hiszen most már minden ugye ki van írva a korrektorban, hogy mindentek beállatánál, hogy kifadják a hatóságot azonnal, hogyha baj van. Igen, ilyen tényleg azért fejlődik a világ is, most már pontosan tudjuk azt, hogy a biztonság az nem hatóság. Tehát nem feltétlenül kell megmutatni a táskánkat, hanem a valamit megmutatni, viszont egyszerűsíti a dolgot és gyorsabban fogunk végezni. Ugyanis ha van rá valóban alapos oka a biztonságérnek, hogy megnézze a táskát, és én mégsem akarom és erőszakolni alapot menni, akkor neki, mint minden állampolgárnak, joga van rá, hogy a bűncselekmény elkövetőjét visszatartsa a rendőrhatóság megérkezésének. Milyen módon? Mert ebből szokott gondolni, hogy mondjuk a jegyellenőrzésnél a közösségi közlekedésben is. Tehát megfoghat, ott tarthat, úgymond erőszakkal? Fizikai erőszakot is alkalmazhat, mert a nagyjából egy törvényre fölhatalmazza, ad neki lehetőséget, hogyha egy hivatásszerűen végzi ezt a vagyonvédelmet, és valakit el akar vinni valamit, akkor neki joga van a kivetőt. Megfogja és ott tart, hogy a rendőrség megérkezik. Ha Balázs itt alakulna ki, ott tart, megjön a rendőrség, és azt mondja, hogy azért kifogja a hatóságot, mert alapos oka van feltételezni azt, hogy valamit eltulajdonított az árvázból, na itt már ez az a pont, ahol kérhetjük a rendőr együtt, már pedig mutassa meg, hogy mi alapján választott téged a tömegből, és miért tartott. Ha a rendőrséget egyesítik, akkor megindul egy hivatalos eljárás értelemszerűen. A rendőr mindenképp fogja igazoltatni, megnézni, ez a feladata, és ettől kezdve már egy hatósági eljárásba csapat a történet, ahol vagy igazunk volt, és akkor egy büntetőeljárás lesz belőle, mert az illető valamilyen eszközt fel akar tulajdonítani, vagy nem volt igazunk, és akkor nagyon nehéz helyzetbe kerül a vagyonőr, és magyarázkodnia kell, hogy miért volt a másik felek kellemetlen helyzetbe, aki emiatt akár bírósághoz is fordulhat. Koncentrálj még egy picit erre a kellemetlen helyzetre. Megteheti azt a biztonságért, hogy ott mindenki szeme láttára veszi le róla a kabátot, kutatja át a zsebeimet, hogy nézd bele a táskámba, vagy pedig erre kell, kötelezően kell, hogy legyen egy olyan helység a táblázon belül, ahol a félrevezet, és ahol ezt mondjuk kicsit kultúrátabb keretek között meg kell tenni. Kötelezően kell lenni a helységnek. Több gombból szükséges az ilyen helység. Gondoljunk csak arra, amikor egy ilyen próbáltat átvédálásnál a szociális személy elővette az egyik bevásárló központnak és öktáskában kifelt és elkezdett lövöldözni. Tehát részben az ott lévő többi személy biztonsága miatt is szükséges, meg egyébként sem kell valakit ennyire megalázni, lehet kultúráltan arra vesznek előzés helyzetben a rendszer szeretnénk megnézni, és önnél jól mutatja a táskát, hogy nem is tudunk tovább menni. Vagy pedig az illető elkezd ellenkezni, aki nem akarja, valamilyen oka van neki, elképzelhető róla a gyerekért, elképzelhető jól nálában ilyen valamilyen rokot árunk, akkor hívják a rendőrt, és akkor praktikusan érdemes félrevinni kell előzésének azt nem tudják megtartani. És persze sokat tettünk a megelőzés érdekében, és például, ha használjuk a csomag megőrzőket, tehát nem is szülök feleslegesen olyat,